103 éves korában meghalt Kirk Douglas amerikai színész, Hollywood aranykorának egyik utolsó legendája. Douglas a 40-es években tört be a köztudatba, majd közel 100 filmben szerepelt több mint 6 évtizedes karrierje során. Olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténelembe, mint az 1960-as Spartacus vagy a Napszerelmese. Douglas-t 3 alkalommal jelölték Oscarra, a Bajnok, a Szörnyeteg és a Szépség, valamint a Napszerelmese című filmjéért. Douglas és felesége több millió dollárt költött jótékony ügyekre. 102. születésnapját ünnepelve arról beszélt, hogy nagyon hálás a sorsnak a csodálatos életért, amelyet élhet, de egy biztonságosabb világot szeretne a jövő nemzedékei számára. Beverly Hills-i otthonában hunyt el, halálhírét fia, a szintén világhírű Michael Douglas erősítette meg.